Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés úgy hangzik, hogy mi az ő gondolata. A második kérdés, hogyan érzi magát, és a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kéri tőlem egy személyes jóslást. A díjam 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Mi az ő gondolata, mi az ő terve? Ha te egy hölgy vagy, akkor te állsz itt a középpontban, és ez a férfi nagyon sokat gondol rád. Te fontos vagy számára. Hogyan érzi magát? Itt látható a hűség, a bizalom, de az is lehet, hogy ő sokat gondol rád. Miért? Mert szeret téged, de mégis olyan barátilag közeledik. És a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Itt látható egy közös életút, ez, amit ő tervez, veled együtt, hiszen itt vannak a tervei, és ezen az úton kivirágzik minden. Itt látható a hűség, de mint említettem, előfordulhat, hogy kezdetben úgy barátilag közeledik. Mi fűz össze benneteket? Itt ez a sarló utalhat egyrészt arra, hogy ő elvág bizonyos dolgokat vagy kapcsolatokat. Amit a sarló még jelent, hogy itt lesz termés, itt kivirágzik valami, lesznek közös célok. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderám!